Azt mondta, hogy apa azért ment oda, hogy megmentse azokat az embereket, és abba egy hős. A mentőcsapat parancsnokának egyik kislánya ezekkel a szavakkal fogadta a hazatérő édesapját. Biztosan nem véletlenül, hiszen Pavelce László pont rá és testvéreire gondolt akkor, amikor élete egyik legnehezebb döntését kellett meghoznia a földrengés sújtotta Törökországban. A lelkiismeretemmel viaskodtam, hiszen nekem is akkor a gyerekeim vannak. El sem tudom képzelni ezt, hogy romok közt hagynám a gyerekemet éjszakára, ha megtehetek bármit is. A mentés végül sikerült, és ezért hősöknek járó fogadtatás jutott a csapatnak a Liszt Ferenc repülőtéren. Vas Taps fogadta a baptista szeretetszolgálat munkatársait vasárnap reggel, miután szűk egyhetes küldetésük véget ért a földrengés sújtotta Törökországban. A repülőtéren családtagok, barátok, tisztelők és újságírók mellett a török nagykövetség képviselői is virággal várták az életmentőket. A fehérváriakkal erősített mentőcsapat 11 élő embert talált a romok között, és közülük 7-et ők maguk emeltek ki. Jó, lép le! A szeretetszolgálat felvételén éppen az látszik, ahogy egy 38 éves családapa menekül meg a haláltól. A mentőcsapat ennél a háznál összesen 5 embert, köztük a férfi 8 éves fiát és 13 éves lányát emelte ki az összedőlt épület romjai alól. A hazaérkezést követően a csapat parancsnoka azt mondta, ennek a kislánynak a megmentése volt számukra a legnehezebb feladat, ami nem csak fizikailag, hanem lelkileg is megviselte őket. Válaszolt a kislány mindig a kintieknek, a török partnereinknek a kérdésére, és hát megkezdődött. Egy egész napot véstünk, fordtunk farunk, és nem jutottunk előbbre. Közben a csapat azt a parancsot kapta, vonuljanak le a helyszínről, és olyanok életét mentsék meg, akiket könnyebben ki tudnak emelni. Ezért nehéz ott a romok között olyan döntést hozni, hogy valakit is ott hagyunk. Tehát nem hagyunk ott senkit. Akit lehet, meg kell próbálni megmenteni, ezért mentünk. Ezt várták tőlünk, és úgy érzem, hogy ez így helyes. Pavelce László azt mondja, a lelkiismeretével viaskodott addig, amíg meghozta a döntést. Ha az érzelmeinket elfojtjuk, akkor saját magunkat fojtjuk meg. A mentőcsapat elhagyta a helyszínt, de csak néhány órára addig, amíg a török kollégáik tovább dolgoztak ott. De visszamentek, és végül 3 napnyi kemény munka után ki tudták hozni a bentrekedt 5 fős családot. Az egész csapat úgy volt vele, hogy látták, hogy nekem ezt a döntést is mekkora fájdalom meghozni. És akkor, amikor visszamentünk, és elkezdődött a gyerekek kivétele, élve, hát azt meg nem lehet elmondani, amikor a hozzátartozók ott vannak, örülnek, törökök, magyarok együtt sírnak, együtt nevetnek. Ezek vagyunk mi. Amikor ott kijött az első kisgyerek, hát az nagyon torokszorító érzés volt. Egyszer egy hasonlót itt Székesfehérváron is átéltem. Ott is sikerült kiszednünk kisgyereket a romok alól. Természetesen más egyház alól keresni 2-3 testet, mint egy városba keresni több ezer testet. Tehát nem lehet összehasonlítani a 2 élményt. De az a 30 évvel ezelőtti történet, az ugyanolyan mámorító érzés volt, mint most, hogy sikerült. És, de csak ez egy percig tart, és mert utána már mész, mert mondják, hogy még szól a másik, meg mondja a gyerek, hogy ott van a papa, ott van ez. És visszamész. A csapat tagja volt a Székesfehérvári mentőállomás legendás mentőtechnikusa Klubács Péter is, aki számára nem volt kérdés, csatlakozik-e a mentő alakulathoz. Lacival több évtizedes a barátságunk, és amióta nyugdíjba mentünk, ez csak erősödik. Én úgy gondolom, hogy az azóta leírt közös munkánk eléggé markáns sem mutatja azt, hogy jó dolgokat teszünk, ahogy egy évvel ezelőttként Libanonba segítséget nyújtottunk szír-palesztin menekülteknek, ahogy a háború kitört utána rögtön az ukrán menekülteknek, sőt már Ukrajnába is segítséget nyújtottunk egy nemzetközi vegyes csapattal, illetve hát most eljött ez a földrengés, ez a szörnyű dolog. Én nem is tudom elképzelni, hogy nem mentem volna. Tehát meg se fogalmazódik ilyen az emberbe, hogy ne legyek ott. Főleg olyan emberekkel, akiket ismerek és megbízok.
Az egyenruhás ugyan már hivatalosan nyugdíjba vonult, a szabad idejében azonban továbbra is részt vesz a fiatal mentők képzésében. Ő maga pedig elvégzett egy tűzoltó tanfolyamot, és most évtizedes tapasztalattal a háta mögött segítette a törökországi mentést. Segédkeztem is kiemelés közben is, de miután arra készültem, hogyha esetlegesen be kell avatkozni, így az utolsó percei a kimentésnek már avval teltek, hogyha hoztam is ki a hordágyat, vagy segítettem kihozni a hordágyat, vagy a lapát hordágyat, akkor már az én táskám közelben legyen, vagy a zsebemben olyan eszköz legyen, amire esetleg szükség lehet. Sajnos volt olyan, hogy volt is, és kellett alkalmazni. Klupács Péter azt mesélte, a török mentőcsapatok, valamint a helyi civilek hatalmas szeretettel vették körbe őket. Az emberek szó szerint az utcán élnek, és az utcán laknak, a házak tövében tűznél melegednek, és ami ugye a Laci is említette, nagyon szeretnek bennünket. Nagyon szerették a magyarokat, és ahogy teltek a napok, és egyre jobban látták, együtt dolgoztunk a török csapatokkal, egyre jobban látták, hogy mi hogy dolgozunk, egyre többször mondták, hogy üljünk oda közéjük a tábortűzhöz. De ezt úgy kell elképzelni, hogy az aszfalton ülnek, és egy kisebb tűz ég, és egy ilyen maradék alumínium lábasba éppen teját vagy levest főznek, és hogy te odaülsz a te ruhádba, közéjük a földre, és megkínálnak egy bögre teával, és azt megízod, az látszik rajtuk, hogy ezek az emberek boldogok, és hogy ezt megérték. És közben pedig úgy dolgoztok, hogy a csapat minden erejéből, izom erejéből szó szerint dolgozik, hogy keressük a túlélőket, és hát hála jó Istennek megadatott, hogy találtunk is. Mielőtt a munkagépek nekiláttak volna a rom eltakarításának, az utolsó napon legalább 300 házat fésültek át, túlélők után kutatva. Nem mond nemet az ember. Megosszuk az erőnket. Ha ő neki az megnyugvás, hogy a kutyák átvizsgálják a területet, és ez nagyon érdekes dolog egyébként, mert ha azt mondtuk, hogy nincs élőjelzés a romok között, tehát nagy valószínűség, aki a romok között van, ő halott. Azt sokkal jobban elviselték, mint az, hogy a gépek jöjjenek és kezdjék el bontani a területet anélkül, hogy őket valaki megnyugtatta volna arról, hogy nincs életben. Tehát ugyanúgy megöleltek bennünket, sírtak, ott azért mi annyira nem érzékenyültünk el, és nem azért, mert gyengék vagyunk, hanem azért, mert ha az ember bajban van és segítségre szorul, akkor nem éppen ilyen kétségbe esett emberekre van szüksége, hanem olyanokra, akiken látja, hogy határozott és segíteni jött. És tényleg megpróbáltunk mindenkinek. Aki jött, senkit nem zavartunk el, hogy hagyjon békén bennünket, mert nem fogjuk átvizsgálni 26-szor az épületet. A hozzátartozók az utolsó pillanatig reménykedtek, hogy szeretteik élve kerülnek elő a törmelékek közül. Az utolsó két nap az azzal telt, hogy minden ház alól, egy kicsit majd ugye ebbe is bele kell gondolni, hogy minden ház alól élőt jeleztek, hogy ott hangokat hallottak. Tehát amikor az embernek a ház alatt ott vannak a hozzátartozói, gyermeke, felesége, testvére, édesanyja, édesapja, és megjelennek a markológépek, akkor szerintem teljesen normális, hogy nem akarják feladni a reményt, nem akarják a gépet ráengedni a romra, és megpróbálkoznak mindenbe belekapaszkodni. És hát pont erről szólt a mi munkánk. Az utolsó két napban több mint 300 házat néztünk át úgy, hogy már többször is voltunk benne. Tehát amikor a kutya először átment rajta, akkor se jelzett élőt, az másnapra se lesz élő. Vasárnap délutáni adatok szerint már több mint 33 ezer halálos áldozata van a Törökországban és Szíriában történt földrengésnek, és ez a szám valószínűleg nőni fog. A mentőcsapatok jelenleg is a helyszínen vannak, de egyre kevesebb az esély arra, hogy élő embert találnak. A baptista szeretetszolgálat mentőcsapata vasárnap reggel landolt itthon, a másik magyar mentő alakulata Hunor pedig hétfőn hajnalban érkezett haza.